Oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Hát most pont egy olyan beszélgetésre, amit nem azért hoztunk be, mert a homlokunkra csaptunk, hogy micsoda unikális tartalom, még sose volt róla szó, hanem éppen azért, mert már beszéltünk róla, és nem győzünk eleget beszélni róla, hogy ne etessük a vízi madarakat, de azt, hogy ezt miért ne tegyük, és mi történik, ha mégis, azt Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjével beszéljük meg. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Ezek szerint falra hányt borsó, amit az elmúlt években... Nem, szó nincs, pont az ellentéte igaz, és azért örömteli, hogy erről a dologról beszélünk, mert ez 2018 júniusában adtuk ki először ezt a közleményt, és én megmerem az információk visszajelzések alapján azt kockáztatni, hogy akár 50% vagy ezt is meghaladó mértékben sikerült csökkenteni ezt a fajta dolgot. Jó. Mert az emberek nem gonoszságból csinálják. Persze. Ezt, hanem azért soha ilyetben senki el nem mondta nekik, ugye, hogy ez nem jó dolog, hogy ez problémát jelent, mind ugye évezeken keresztül az ember ugye nem volt WC a lakásokban, ott volt az ágytál, és akkor reggel azzal kezdték az emberek, hogy kizúdították az ablakon a terméket, és akkor nem értették, hogy miért van kolera, tífusz, és mondjuk pest is járvány. Igen. Nagyon jó, ez egy nagyon-nagyon biztató eredmény, elképzelhető, hogy lesz ez még jobb is. Én már olyat is láttam, hogy leszerelték a madárkai adagolókat a vízpartokról, tehát akkor valószínűleg eljuthatott az önkormányzatokhoz is, vagy nem tudom, kik döntöttek ezeknek a kihelyezéséről, igen, ugye? Igen, nagyon gyakran önkormányzatok keresnek meg, akár például a döntést megelőzőleg, hogy megkereste őket ez a szervezet, ami nem szervezet, hanem gyakorlatilag egyetlen ember, aki megtéveszti így az embereket ezzel, és akkor, hogy akkor kihelyezzék ki ezt a kacsvezető automatát, hát mondtuk, hogy ne helyezzék ki, mert ez körülbelül pont annyira fontos idézelbe és rossz, mint hogyha mondjuk óvodába tennének ki cigaretta automatát. Igen, ezt mondjuk el még egyszer, ugye, hogy mi a baj azzal, hogyha rászoktatjuk arra, vagy leszoktatjuk a vízimadarakat, hogy maguk keressék meg az ellenségüket. Tehát ugye a vízimadarak etetése két különálló probléma csoportot generál, ezekből egy-egy csoport is végromlást hoz a madarakra, a kettő együtt meg még rosszabb. Egyrészt arról van szó, hogy a vízimadarakban az etetés néhány nap, de egy-két hét alatt hát öngyilkos szintű viselkedés változást eredményez, annyira elkényelmesednek, hogy egyrészt nem mennek ki természetes módon táplálkozni, és a természetes viselkedés másik felhagyása azt jelenti, hogy nem fognak ősszel elvonulni, vagy kisebb számban, itt maradnak és be fognak tömegesen fagyni a vizekbe. Tehát ez az egyik probléma. Ez mindenféleképpen bekövetkezik, akkor is, hogyha természetes táplálékkal etetnénk őket. Itt jön a probléma másik önálló. A kifli csücsök. Igen, hogy kenyérhéja péksüteménnyel etetjük őket, az angol van erre egy jó kifejezés, ugye a junk food, a szemét kaja, hogy mindenki értse, ez olyan dolog, mint hogyha gyerekeket és felnőtteket éveken keresztül, hát kicsit állott, kicsit romlott popcornnal etetnénk a nap 24 órájában. Tehát ez alapvetően hiánybetegségeket okoz, tehát ha elemenként megnézzük, hogy mit okoz a vízimadarak etetése, akkor gyakorlatilag, és mondjuk ezt elemeznék mondjuk akár jogi szempontból, egy az egyben megáll ezzel kapcsolatban az állatkínzás tényállása megállapítható, tehát tudott módon olyan mérvű károsodást, megbetegedést, elhullást okozhat az állatoknak, ami ugye az átvédelmi törvénybe ütközik, emellett nagyon-nagyon veszélyes ránk emberekre nézve is, hiszen a vízimadarak a legfontosabb hordozói, általában tünetmentes hordozói a madárinfluenzának, ami nagyon nehezen, de átugrik emberre is. Általában nem okoz végletes megbetegedést. Az a gond vele, hogy általában az őszi-téli időszakban terjed a madárinfluenza is, amikor amúgy is bennünk van a humán influenza. És mivel a
az influenza vírusa jellemző a hihetetlen variabilitás, mutációs készség, attól tartanak a virológusok, hogy egy ilyen emberi szervezetben együtt van a két vírus, és kialakul belőle egy szuper vírus. Hát most így a COVID-19 járvány második évével senkinek nem kell aztán a világon elmondani, hogy nem nagyon érdemes hülyeskedni a kórokozókkal, vírusokkal, zoonózisokkal. Az a szerencse a madárinfluenzával kapcsolatban, hogy az emberiség alapvetően védett, kivéve például a madár baromfi tenyészetekben dolgozókat, főleg Ázsiában, ahol nem tartják be a munkavédelmi szabályokat, mert hogy nem is nagyon vannak esetleg. Egy kivétel van ez alól a nyugati világban, a madáretetőhelyek. Itt gyakorlatilag olyan szinten vagyunk kitéve a madárinfluenza kockázatának, mint az a délkelet-ázsiai család, aki egy hálószobában alszik a disznóval és a tyúkkal. Ez nagyon kemény. Térjünk még vissza a vízimadarak etetésére, illetve erre a kampányra. Mit lehet még tenni, hogy most nagyot mentünk pár év alatt, ugye ez az 50%-os csökkenés, amit így megsacoltál. Mit lehet ezután még tenni? Hogyan lehet a kommunikációt fokozni vajon, vagy hogyan lehet esetleg még? Sokat beszélünk így róla, ez nagyon-nagyon jó. Évente kétszer kampányolunk, így önállóan a nyáron, június-júliusban, ugye a főszezon indulásakor, a stanszezon indulásakor, illetve a őszvégén, tél elején az énekes madáretetés kapcsán is beszélünk erről is. Amivel segítjük még az embereket és az önkormányzatokat, hogy a vonatkozó honlap oldalunkon, ahol nagyon részletesen leírjuk az okokat, problémákat, ott évek ezelőtt kidolgoztunk egy olyan bárki által letölthető nyomdai minőségű plakátot, amit helyi szinten ki lehet nyomtatni. Elnézést! És ki lehet plakátolni. Ugye gyakran mondják, hogy a madártegyeset miért nem megy ki plakátolni. Mi egy civil szervezet vagyunk, Magyarországon több mint 3000 önkormányzat van, egyszerűen nincs meg az a kapacitásunk, hogy mindenhol felvegyük a kapcsolatot, elkezdjük győzködni. Általában ugye ezek a ilyen problémák felszámolásánál hihetetlen hatékonynak bizonyult a média bevonása segítségül hívása, illetve a közösségi média használata. Ugye el tudom mondani, hogy a vízimadarak etetése, a költési időszakban végzett faj és bokros kivágások ügye, illetve a fecskefészek leverések kapcsán ebben a háromban hihetetlen módon támaszkodunk a média segítségére, és mindegyikben elképesztő eredményeket sikerült elérni. Szerintem messze a leghatékonyabbak eddig a fecskefészek leverések kapcsán voltunk, így közösen. Ott megmerem azt kockáztatni, hogy az esetek 70-80%-a legalább megszűnt, felszámolódott. Éppen azért, mert hogy eljutott az emberekhez az információ, hogy mit lehet tenni, és amire azt gondolom, hogy büszkék lehettek, és utána kidüllesztett mellel járjatok nyugodtan ti is a stúdióban, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor az első ilyen kampányunk elindult, például a fecskefészek leverések kapcsán, 10 betelefonáló közül 10 azt mondta, hogy semmi értelme nincs, mert nem történik semmi. Ma 100 ilyen betelefonálóból nincs szerintem 2, aki azt mondja, hogy nem csinálják meg, hanem egyből azt mondják az emberek, jaj, de jó, a honlapon fent van, hogy mit kell tenni, hát megteszem. Szuper, nagyon jó. Sikerült megváltoztatni az embereknek a gondolkodásmódját, tehát igenis a médiának hihetetlen fontos szerepe van, megint igazolódott, és nagyon-nagyon jó hatásfokot tudunk elérni az emberekkel, mert ha valaki értelmesen partnerként kezelve az embereket elmondja, hogy mi miért nem jó, azt megértik az emberek, hiszen alapvetően az átlagember. Így van. És hát tegyük hozzá, hogy a keresztbe dicsérés az nem hangzik túl jól, de hát azért hagyd tegyük hozzá, hogy egy ilyen arc is kell hozzá, mint amilyen te vagy, aki így tud erről beszélni. És pont az érthetőség és az elmagyarázás. És így mondja el. Így van. És ez tök fontos szerintem. Hát a szerepe, ugye? Igen. És ezért fontos, hogy legyenek szóvivők is. Ez egyébként megint egy érdekes tanulási folyamat, például a szakmák kapcsán. Ugye itt volt most ez a pandémiás helyzet, tehát mindig érdemes kiválasztani olyan szakértőjét a témának, aki által szettig ismeri, és hitelesen tud róla beszámolni, mert akkor lehet tisztázni a félreértéseket, és akkor nem kerülnek elő olyan, vagy sokkal kevésbé tudnak hatékonyan terjedni a fals információk, amik önsorsontóak lehetnek. Igen. Tehát ez ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megismerés, például a természetvédelmi szakmának is.
Köszönjük szépen, és azt kívánom magunknak, hogy dolgozzunk még együtt sokáig tovább, láthatóan van eredménye. Köszi még egyszer, szép napot! Én is köszönöm, köszönöm nektek is, viszont szervusz. Szervusz. Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani Egyesület szóvivőjével beszélgettünk. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, hulladék gazdálkodásban otthon. Jött egy üzenet, Orbán for president. És hát, de ez az Zoltánra vonatkozott. Ez az Zoltánra. Igen, úgyhogy abszolút egyetértünk vele. Nos, elfogyott az időnk, úgyhogy elhúzunk. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, Szoller Andi együttműködését, megint eldugtuk őt, panaszkodott egy kedves hallgató, hogy itt rejtegetjük, megint nem látható a Millás TV-n, de akkor is ő fogja elmondani a híreket, utána pedig már nem jövünk vissza, hanem holnap csinálunk egy másik Millás reggelit, fél héttől tízig, viszont ma még jó sok zene, délutáni műsorok, uzsonakamat, happy hours, ilyenek várnak rátok, és szép meleg idő, már-már túlzottan meleg is, úgyhogy vigyázzatok és igyatok sok folyadékot. Szép napot, sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak.